Üdvözlöm, kedves barátaim! Egy kicsit beszéljünk a szeretetről. A védikus írások azt magyaráznak, tanítják, hogy a szeretet, szeretet Isten nélkül lehetetlen, vagy nem lesz teljes. Az nem lehet elkülöníteni. Szóval nem lehet mondani, hogy én mindenkit szeretem, de nem szeretem Istent. Az nem igaz. Például, hogyha valaki megkülönbözteti, téged szeretem, téged nem, téged szeretem és minden neked megadom, téged pedig megölöm és megeszem, akkor ez nem lehet egy jó szeretet. Ezért védikus írások magyaráznak, hogy aki rendelkezik szeretettel, aki eléri a lelki szintet, Brahma Buta, Prasannatma, akkor száma szárvesú bútesú. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy száma egyenlően fog látni szárvesen mindenki bútesú, minden élőlényt. Szóval mindenkit fog szeretni. Mert aki tényleg igazi szeretettel rendelkezik, az mindenkit szeret. Volt egy jó történet, amit a mi lelkitanító mesterünk Srila Prabhupada egyik előadásában meséli. Volt egy vadász, és ez a vadász gyerekkortól mindig tanulta ölni az állatokat, de nem ölte meg teljesen, hanem megsebesítette félig, és mindig megvárta és élvezte, amikor az állat halálra sebesülve volt, szenvedett, és így elérte a halált. És akkor ez a tevékenység, ez volt neki a szakmája. De egyik alkalommal Narada Muni, ez egy fontos dolog, amit most mondjuk, Narada Muni sétált, és mondta, te mit csinálsz? Miért gyilkolsz állatokat? Hát ezt apukám csinálta, ez mindenki csinál, ez természetes. Ugye most nálunk is, mi is, hogy mi növünk fel, hogy mindenki csinál, akkor ez, gondoljuk, hogy ez mindenki csinál, akkor ez jó. De nézzünk tovább, és akkor mondja, de akkor mi nem ölsz meg? Hát apukám is ezt csinálta, ő tanította, hogy az a jó, hogy jó kell megsebesíteni, hogy biztos, hogy halálos legyen, és jó az a lényeg, hogy nézd meg, hogy hogyan szenved, és ez az érzéki elégítés. És mondta neki Narada Muni, de te tudod, hogy nincs jogod megölni senkit, mert aki megüli, az vétkezik. Hogyha, mert Isten nem engedte, és ezért te fogsz szenvedni. Pokolba fogsz menni. Habár egy vadász volt, vadember, de intelligens volt, és a rögtön mondta, jó, akkor mit csináljak? Tudok-e valahogy jóvá tenni, és mit csináljak máshogyan? És akkor azt mondta, hát éljél lelki életet, gyakorlatot, és csak énekeljél a mantrát, és akkor adta neki Hare Krishna mantrát, és akkor elment. Jaj, nem. És akkor azt mondta, mert általában mi mondjuk, jó, hát hogyha mi most nem fogunk megölni állatokat, vagy nem eszünk húst, akkor hogy fogunk megélni? És akkor ő ugyanazt kérdezte, hogyha én most nem fogok ezt csinálni, hogyan fogok megélni? És akkor azt mondta, ne aggódjál, te csak csináljál, Isten fog gondoskodni, és én fogok küldeni hozzád mindenkit. És akkor is elment. Ezután, mikor ez a vadász szent emberi vált, és akkor elkezdte lelki életet gyakorolni, akkor a faluban, környezetben, több faluban hallottak róla, hogy hallottátok? Az a kínzó ember, nagyon nagy vadász ember, mit szentté vált. És akkor nagyon kíváncsiak voltak, és akkor elmentek meglátogatni, és mindenki akarta vinni valami ajándékot szentnek, így el volt látva. Mindig volt mit tennivaló. Még nincs vége a történetnek, mindjárt én folytatom. Itt vagyunk Krisna völgyben, mi is ezt gyakoroljunk. Dolgozni kell, mi is, most nem arról beszélek, hogy mindenki hagyjon ott mindent, és akkor csak énekeljél egész nap Hare Krishna mantrát. Nem, hanem mi is dolgozunk, és mindenki dolgozik, de van kert, ma például mit ebédeltünk, majd látjátok egy pár képet, pár rövid videókat itt. A barátaim csak gyorsan szedték egy pár krumplit, paradicsomot, cukinit,
és fa tüzelésen, bográcsba gyorsan-gyorsan megfőztünk az ebédet, ez volt az ebéd. Szóval lehet élni tisztán, erőszakmentesen, és akkor ő is így elkezdte ezt a tiszta életet élni. Egy idő múlva Narada Muni újra jött és próbálta meglátogatni a tanítványát, volt kínzó vadászt. És akkor, mikor ment, akkor látta, a vadász ült, és meglátta, jön a lelki tanítómestere, akkor gyorsan felállt és ment vele szembe, hogy tiszteletet ajánljon. És akkor a Narada Muninak van egy barátja, Parvata Muni. Muni az azt jelenti, hogy bölcs, szent ember. És a Parvata Muni észrevette, hogy amikor ez a vadász ment, akkor ilyen így ugrált nagyukat. És akkor így figyelte, hova lép, és akkor kérdezte, te miért így ugráltál? Azt mondja, hát mert látom, nagyon sok hangya volt, és én nem szeretnék senkinek ártani. Így megváltozott a szíve, ezt látták a Narada Muni és a Parvata Muni, hogy az ember, aki szívtelen volt, és élvezte, hogy hogyan szenvednek az állatok, amikor elérte Isten szeretetet, akkor még a hangyát nem akar ártani. Szóval, hogyha mi akarunk békét a világban, ez a formula, a békesség formulája, hogy Isten irányi szeretetet kell ébreszteni, akkor nem lesz háború, vagy csökkenve lesz minimálisra, és mindenki elégedetes és boldog lesz, és nem lesz se pszichikai probléma, se trauma, és megváltozik a természet megint, mert most látjátok, a természet is felborult, és csak az ember miatt. Rendben, akkor írjátok kommentekbe, ti hallottatok-e erről a történetről, és ki az, aki vegetariánus, ki az, aki tervez lenni, ki, aki tervez, de nem tudja, akkor írjon, majd segítünk ebben is. És iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és akkor majd fogunk találkozni. Sok boldogságot kívánok mindenkinek. Hare Krishna!